Ezekben a percekben kezdődik a megyei elsősegélynyújtó verseny Zalaegerszegen. A nagykanizsai és zalaegerszegi területi döntőn tovább jutó 5 fős csapatok méretik meg magukat. Gyermek és felnőtt kategóriában is versenyeznek a csapatok. Elsősorban iskolai baleset szimulációkat kell megoldaniuk. A helyszínről Gyuk Alexandra tudósít, hozzá kapcsolunk most, illetve kérdezed is a vendégedet, mert hogy van, parancsolj. Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Éppen egy iskolai féltékenységi jelenet kellős közepébe csöppentünk, és itt segítenek éppen a versenyzők, hogy mi is pontosan itt a helyszínen a feladatuk, és hogy miért is fontosak ezek a versenyek, azt már Preisz Pétertől kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ezen a helyszínen egy verekedés történt gyakorlatilag, két fiú összeveszett egy leányzón, és ennek megfelelően történt egy késelés, van egy hasi sérültünk, van egy bokaficamos sérültünk, és van egy orcsort töröttünk. Ezeket a sérüléseket balesetszimulációs segítőink, imitátoraink jelenítik meg, akik önkéntesek, és már több hónapja készültek erre a versenyre. Azt kell róla tudni, hogy egy jó összeszokott csapatként hónapok óta gyakoroltuk ezeket a feladatokat, illetve több olyan feladatot is, ami ezeknek a balesetszimulációs eseményeknek a megjelenítéséhez szükséges. Ez a verseny az idén 50. alkalommal kerül megrendezésre. A Magyar Vörös Kereszt szempontjából ez egy jubileumi év, és azt kell tudni, hogy most már a megyei fordulón vagyunk. Lezajlottak a területi fordulók, Nagykanizsán, Zalaegerszegen volt ilyen területi megmérettetés, és innen kerültek tovább korcsoportonként azok a csapatok, akik ott első helyezést értek el. Jelenleg ezen a versenyen 4 helyszínt alakítottunk ki, ami baleseti szimulációs, és van 2 elméleti helyszínünk. Ezeken az elméleti helyszíneken vöröskeresztes ismereti feladatokat és elsősegélynyújtó ismeretekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek. Összesen 4 csapat érkezett, ebből 1 gyermek, 1 felnőtt és 2 ifjúsági kategóriában vesz részt a megméretetésen. Annyit kell még tudni, hogy ezek közül a csapatok közül a továbbjutó 1-1 első helyezett képviselheti majd Zala megyét a szeptember 10-én Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőn. Miért olyan lényeges, hogy már ilyen fiatal korban ilyen helyzetekkel, szituációkkal megismerkedjenek a fiatalok, és hogy tudjanak segíteni adott esetben? A Magyar Vörös Kereszt a társadalmi elsősegélynyújtás gazdájaként nagyon fontosnak tekinti, nem csak az alapszabályban és jogszabályban megfogalmazott feladata és céljai miatt, hanem az emberek szempontjából is azt, hogy minél fiatalabb korban elkezdje azt az attitűdnek a nevelését gyermekekbe, iskolásokba és fiatal felnőttekbe, hogyha látnak egy baleseti szituációt, egy rosszul létet, akkor merjenek oda menni, segítsenek a bajba jutott vagy beteg embereken, és ezt egy ilyen verseny keretében kvázi életszerű körülmények között gyakorolni is tudják. Preisz Péternek nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, ahogy látják, már javában zajlik a verseny, és itt dől el, hogy ki jut Zala megyéből tovább a szeptember 10-i budapesti döntőre. Gyuk Alexandrának köszönjük szépen!